A miniszterelnök tusnádfürdői szavaitól hangos a világ sajtó. Mi a jelentősége Orbán szavainak? Egészen fura főpolgármester jelölti kaszting zajlik a budapesti baloldalon. Vendégeink Rétvári Bence államtitkár és Szigetvári Viktor, az Együtt ügyvezető társelnöke. Jó estét kívánok, ez itt a Hírvita, és akkor végre alkalmunk van arra, hogy megtudjuk, hogy az illiberális állam egyik tagja hogyan értelmezte az illiberális állam működését. És az állam, hát kezdjük azzal, igen, mert hogy az állam szervezet működésében aktívan részt vesz. Ugye semmi nem változik ezen beszéd előtt vagy után. Magyarországon olyan országot építünk, amelyik valóban egy munkaalapú, munkaközpontú. Nyilván arra igyekszünk törekedni, hogy minél többen munkához juthassanak. Ez volt a beszéd egyik fontos része. Ami pedig a liberalizmust illeti. Ugye Magyarországon nyilván más jelent az, hogy liberális, mint amit jelent mondjuk Hollandiában vagy Amerikában. Magyarországon a liberalizmus szót az SZDSZ oly mértékben lejáratta 20 éves működésével, hogy a parlamentből is kiesett, és ezzel a névvel nem is lehet igazán választásokon indulva bejutni. Ennyire elutasították Magyarországon az emberek a liberális pártot. És azt a fajta liberális államszervezést, amelyik az embereket magára hagyja, mindig az erősebb győz, nincs az, ami jogegyenlőséget szavatolna a két fél között, az erősebb mondjuk a bank és a gyengébb hitelfelvevő között, és még számos példát lehetne mondani, úgy gondoljuk, hogy ennek a korszaknak a végére értünk. Ez nem azt jelenti, hogy a klasszikus, liberalizmus által biztosított és a miniszterelnök által is szó szerint idézett szabadságok, emberi jogok, vagy a kereszténység, mint alapvető európai értékek, ezek szorulnának háttérbe. Ezek biztosítása mellett kell egy olyan világot, országot építenünk, amelyben a közösségszervezés az sokkal inkább, hát úgy mondjam, nem a liberális eszméken alapul, hanem egy nemzeti közösséget hoz létre. Én azt gondolom, hogy ha ez lett volna a beszédben, akkor ez egy más vita alap lenne, de nem ez volt a beszédben, nem meghazudtolni szeretném az államtitkár urat. Szó szerint idéztem a beszédből pontosan azért, hogy az a helyzet, hogy szerintem a beszéd nem a liberalizmus történeti kontextusáról szól, mert az egy vita. Magyarországon valóban biztos követtek el liberális pártok hibákat, itt a probléma nem ez. Ez a beszéd nem a liberalizmusról szólt, hanem a demokráciáról, az alkotmányos demokráciáról, akár annak prezidenciális formájáról, akár annak parlamentáris formájáról. És ebben az ügyben Orbán Viktor miniszterelnökként eléggé világosan elmondta, végre egyébként őszintén fogalmazott ebben az ügyben, hogy az orosz modell, a szingapúri modell, a török modell az, ami számára, és szerinte a magyar köztársaság számára, a magyar választó polgárok számára egy követendő modell volna. Én azt gondolom, hogy ez nem egy liberalizmus kritika volt. Nem arról beszélt, hogy a szabadságjogokban mennyit kell megadni a sokadik generációs szabadságjogokból. Nem arról beszélt, hogy akkor az eutanázia kérdésében hol a határ egyébként számomra akár tiszteletre méltó álláspontban egy jobb közép politikusnak. Nem erről beszélt. Arról beszélt, hogy az a modell, amelyet egyébként nyugat-európai szövetségeseink, NATO szövetségeseink, akár még nemzetközi szomszédaink is, legfőbb partnereink is képviselnek és érvényesítenek a mindennapokban, az számára egy elutasítandó modell. Nem arról beszélt, hogy a rendszerváltás óta egyébként milyen pontokon kell, sok ponton szerintem is kell kritikát vagy felülvizsgálatot gyakorolni. Szerintem ez az a valótlanság halmaz, amit valóban az ellenzéki pártok ismételgetnek pár napja, és igazából akkor is elmondták volna, hogy Orbán Viktor egy teljesen más beszédet mond, hiszen ezekről a kérdésekről... Én nem mondtam volna, ezt tudom mondani, államtitkár úr. Sokan szerintem olyasfajta véleményüknek adnak hangot, amit a beszédismerete nélkül is elmondtak korábban, és Orbán Viktorról elmondják most is. Két dolgot kevernek össze. Egyrészt is az alkotmányos berendezkedésünket, az alkotmányos szabadságokat, a beszéd semmiben nem érintett, hogy változtatnánk bármit azon, ami a mostani alaptörvényünkben szerepel. Az így jó, az így helyes, nem csak első, hanem második, harmadik generációs jogok is szerepelnek ebben, és ezt továbbra is meg kívánjuk tartani. Ezt nem is érintette a beszéd, tehát ilyesfajta alapvető kérdéseknek a megváltoztatásáról fölösleges bármiféle riogatásba kezdeni, mert az alaptörvény ilyesfajta konstrukciónak a változásáról nem volt szó. Az viszont tény szerintem mindenki számára, hogy olyan országok lettek versenyképesek, és itt csak versenyképességről volt szó, versenyképesek az új globális világgazdaságban, akik korábban nem szerepeltek, nem a klasszikus nyugat-európai országok közé tartoznak. Törökország. És versenyképességben láthatjuk, hogy gazdaságilag jönnek föl, és olyan mértékben jönnek föl, amelyik nyugat-európai vagy észak-atlanti mértékben szinte követhetetlen, akár Törökország, akár Kína. Lehet, hogy nem figyeltem államtitkár úr, de a beszéd
az nem gazdaságpolitikai sikerességről szólt, az arról szólt, hogy a politikai sikerességnek Orbán Viktor szerint nem gazdaságpolitikai versenyképességről, hanem egy Orbán Viktor terminológia, vagy sikeres nemzet ez való eljutásban, melyik út a megfelelő. Sztárország. És innentől ez ebben valóban... A gazdasági teljesítmény emelkedik, és ugye a világpolitikai súlyt is emelkedik. Csak azt azért, hogyha pontosan látjuk, hogy az indiai gazdaság növekedése az rengeteg problémával láthatott, a kínai gazdaság, amennyire én olvasom a nemzetközi sajtót, vagy a magyar sajtót, éppen most ér el egy olyan szintet, hogy kihívással küzd, hiszen a munkaerőköltségek valószínűleg azért, mert elértek egy olyan szintet, ami után a munkaerőt ki kell fizetni drágábban, ez szerintem a kínai embereknek érdeke is. És hát ott van Oroszországból, pontosan tudjuk, hogy az orosz stabilitás, amelyet részben Putyin teremtett meg, az gázon, illetve kőolajon alapul. A gazdasági modellje Oroszországnak ebben a formában nem fenntartható. Tehát szerintem én érteni vélem, hogy mit mondott Orbán Viktor, úgy véli, hogy az a török állammodell, benne a gazdaság, benne egy erősebb kicsit állami kontroll a gazdaságon, benne egy erősebb represszió a politikai partnereken, demokratikus, dokumentáltan relatíve demokratikus körülmények között, az neki tetsző modell. És ezzel szemben van egy nyugat-európai, Európai Uniós partnereink által osztott modell, amelyre maga az a szerző, mert ebben azért ez egy terminus technicus volt, az illiberális demokráciát 1997-ben leíró szerző, aki azóta a CNN-en műsorozat, én kicsit szégyenkeztem is, mikor vasárnap láttam őt, hogy kénytelen volt Magyarországról egy ilyen negatív kontextusba beszélni, annak örülök, hogyha a CNN a turizmusunkról, a sport sikereinkről beszélünk, az a probléma, hogy az a szerző maga mondta, hogyha Orbán Viktor ezt így gondolja, az ő szavát használja, akkor ő nagyon meg van lepődve azon, hogy egy európai uniós miniszterelnök ezt modellnek tekinti. Ez nem modell, ez nem növeli a versenyképességünket, és az országot, ezt a megosztott és sok problémától küzdött, vagy sok problémával küzdő nemzetközösséget nem fogja előrevezetni. Én ezt gondolom. Ismételten csúsztatások halmazott, tehát az illiberális szót egyébként nagyon sok mindenre több szerző is használta. Nem egy szerző használta, csak a művében. Több mindenki használta, és ahány szerző annyiféleképpen használta. Orbán Viktor nyilvánvalóan egy magyarországi helyzetre használta 25 évvel a rendszerváltás után, azok között a nemzetközi gazdasági körülmények között, amiben vagyunk, ami egy hát úgy mondjam, a nemzetközi versenyben lemaradozó, vagy legalábbis nem olyan mértékben növekvő Európával megtűzdelt nemzetközi helyzet, és nyilván van olyan országokkal, amelyek eddig periférián voltak, azoknak az emelkedéséről. Én csak egy dolgot nem értek, hogy az elmúlt 4 évben miért ment hátrébb Magyarország a versenyképességi rangsorokban, az OECD-nél, a Világgazdasági Fórumnál, vagy akár az Európai Bizottságnak a senki által nem vitatott a magyar gazdaság versenyképességét érintő dolgokban, hiszen ha korrektek vagyunk, én olvastam ilyen jelentéseket, azt elismerik, hogy a magyar gazdaság bizonyos területein, alapvetően a fiskális egyensúly kérdésében, a 3%-os hiány tartásával, szerintem túlzott növekedési áldozattal, de ez az én véleményem, tudott elérni eredményeket a kormány, de sem a képzési szerkezet átalakításával, sem a foglalkoztatás politika manipulálásával, túlzott közfoglalkoztatással nem fenntartható módon, sem pedig a működőtőke beáramlás területén nem ért el sikereket ez a kormány, hiszen piaci munkahelye... A vígét is lehet kezdeni, hogy a működőtőke beáramlásban azért jobban teljesített az elmúlt 4 évben a kormányzat, mint korábban. Ez nem igaz. Ezeknek a kritikáknak pedig a bajnai kormányon szemben sokkal nagyobb helye van szerintem, mint amúgy. De még az biztos, hogy 2010 óta hátrébb jutottunk a versenyképességi rangsorban a világgazdaság különböző auditáló szervezetei szerint. Úgyhogy egyébként, ahogy ön is mondta, a magyar költségvetésnek a számai olyan percre pontosan hozzák az Európai Unió pénzügyi stabilitásra vonatkozó elvárásait, mint amit előtte 2004-től 2010-ig nem hoztak, és az államadósság mértéke is egyébként csökkent. Csak nem csökkent. De csökkent, de mindez egy másik vitát jelent. Hát, hogyha ma kiszámolnánk, akkor baj lenne, mert olyan mélyen van a másfél ezelőtti felvetésére visszatérve. Tehát Magyarországnak az érték orientáció az egyértelmű. Az Európai Unió tagja vagyunk, a NATO tagjai vagyunk, és ezt senki sem kérdőzné meg. Mindenki így képzeli el Magyarország jövőjét. A Jobbik az, amelyik kilépne az Európai Unióból. A Fidesz-KDNP Jobbikkal szemben is megfogalmazta ezt az álláspontját, és nyilván mindenhol ezt tartjuk. Mi a jövőnket az unión belül képzeljük el, csak nem csukhatjuk be a szemünket azzal kapcsolatban, hogy az a modell, ami itt az unióban működik gazdaságilag, az nem feltétlenül a jövőnek a modellje, mert versenyképességben kezd lemaradozni az unió a korábbi státuszához képest. Szerintem ezzel nincs probléma, mert szerintem az európai... a világban körülnézni, és ezért fontos Magyarországnak több lábon állni. Nyilván nagyon fontos lábunk az európai, nyilván mindig Németország, Ausztria és az USA lesz az egyik legfontosabb 3 kereskedelmi partnerünk. Ez valószínűleg adottságban így fog maradni. De azt én értem, hogy az államtitkár úr ezt megpróbálja gazdasági kérdéssé átvinni, de ez nem gazdaság.
gazdasági kérdés. Az a helyzet, hogy a versenyképesség milyen kérdés, nem gazdasági kérdés? Hát Orbán Viktor nem ebben a kontextusban használta, és egy dolog egészen biztos. Nem ebben magyarázzák önök bele, de ezen a téren mondta. Nem ezen mondta, hiszen azt mondta, hogy számára, mint államműködés, Oroszország egy sztárország. És akkor hadd kérdezzem meg, miben sztárország? Ne viccel, nem magyarázom már olyat bele, ami nem hangzott el. Hát senki nem akar olyasfajta országot építeni nyilván, mint ezek, hanem mi a magyar utunkat szeretnénk járni, a nemzeti érdeket. És a nemzeti érdeket úgy szeretnénk érvényesíteni, ahogy érvényesíti Angela Merkel mondjuk a német miben érdeket. Miben minta Oroszország? Erre válaszolj, miben minta Oroszország? Arra kell Magyarországnak figyelemmel lenni, hogy most, amikor a gazdaságát építi, amikor a versenyképességét építi, akkor ugyanúgy Oroszország is kereskedelmi gazdasági partner, ugyanúgy magyar termékeknek van ott helye, hiszen versenyképességben jön föl, egyre több mindent tud Magyarországtól miben vásárolni. Miben sztárország Magyarország számára, miben mintaország Magyarország számára Oroszország? Erre válaszoljon államtitkár úr. Azt nézze meg, elnök úr, hogy hogyan jönnek föl, nem csak Oroszország, az összes többi ország is, hogyan jönnek föl a világ gazdaságban elfoglalt súlyuk tekintetében ezek az országok. Becsukhatja ön a szemét. Mondhatja azt, hogy nem figyel azokra. Nem be a szemet. Nem figyel ezekre. Pontosan tudom, hogy Indiának a szerepe micsoda, Kínának mi a szerepe. Egyetértünk, hogy egyre növekvő. Elnök úr, egyetért, hogy ezeknek az országoknak nő a világgazdaságban a súlya? Természetesen, de nem erről beszélt Orbán. Akkor miért nem kell ezeknek az országokkal foglalkozni Magyarország érdekében, versenyképesség érdekében? Ha volt Magyarországon kormány, amely sokat tett azért, hogy a kínai állammal, vagy általában Közép-Kelet-Ázsiával megerősödjenek a kapcsolatok. Azokért tett a megyesi kormány is, és tett a jelenlegi kormány is. Én nem ezt vitatom. Gazdaság stratégiai értelemben arra szükségünk van, hogy legyen erősebb az export-import áramlás. Nem erről szól a kérdés. Az a kérdés, hogy Orbán Viktor, amikor illiberális demokráciákról beszélt, amely szerint egy jobb modell, és ebben egy olyan liberalizmus kritikát gyakorolt, amely nem a liberalizmus kritikája, hanem a demokrácia kritikája. Akkora csúsztatás. Tehát sehol nem mondta Orbán Viktor ebben a beszédében, hogy a demokráciával, a demokratikus intézményrendszer bármiféle baj van, hogy amikor azt mondja, hogy a civil rajta. Szervezetek, nem akik tud magyarul... egy mondatot sem mondani ebben. Hát amikor egy magyar miniszterelnök azt mondja egyébként, ugye tusványosan, hogy a civil szervezetek, akik külföldről kapnak Magyarországon támogatást, azok a magyar nemzeti érdek ellen dolgoznak, mondja ezt. Ön ott... egy ilyen civil szervezetben dolgozik, nem? Én nem dolgozom, egy pártban dolgozom. De van egy hazai sajtás alapítvány. De mi nem dolgozunk a magyar nemzeti érdek ellen. De annak ön egyébként vezető tisztségviselő. Most éppen már lemondtam, mert a párt tisztségem nem összeférhető. Ez a szervezet hány százalékban kapta külföldről a támogatást? Egy meghatározó részében kapta, de mi a magyar nemzet? Szerintem 70%-ában, de mi a magyar nemzeti érdeket? A magyar nemzeti érdeket szolgáltuk. Ez egy véleménye Orbán Viktornak, az viszont egészen biztos. Lépjünk rajtunk túl, de szerintem mi is a nemzeti érdeket szolgáltuk, hiszen egy nyugatra tartó polgárosodó Magyarországban hiszünk, ezt képviseltük. Sajnálatos, hogy a Fidesz ezt az eszményt és Orbán Viktor ezt az eszményt feladta, és másoknak kell vinni ennek a fáklyáját. Az viszont nagyon fura, hogy önök 70%-ban onnan kapnak támogatást, az önök szakmai műhelye. Így van. 70%-ban külföldről, és sok esetben valóban a magyar nemzeti cégek térnyerése ellen, vagy az államnak az erősödő nemzeti érdek képviseletével szemben fogalmazzák meg az álláspontot. Ez egy tévedés. Nekem a kettő között van összefüggés. Ez a Fidesznek a magyar nemzeti érdekről alkotott véleménye, ezt tudom mondani. Szerintem, hogy a Fidesz-KDNP részéről minden, ami a működéshez szükséges, az nemzeti forrásból teremtődik elő, míg az önök. És amikor a Konrad Adenauer alapítvány támogatja a Fidesz polgári szövetséget, akkor azért az nem nemzetközi. Rendezvényeket támogat, amelyeken látja, én magam is, az amerikai alapítvány rendezvényekben támogatott. Hát tehát... nem, a magának a szervezetnek, amiből ez az egész együttműködés oda, kivirágzott, amikor... annak a szervezetnek ön is mondta 70%-át külföldön finanszírozzák. Így van, és erre büszkék is vagyunk, mert ebben a partnerekkel hát tudunk együttműködni. Ebben azért lehet, hogy nem mindenki lenne ilyen büszke a magyar politikában erre. Nem Simics Kalajostól és Nyerges Zsoltól kapjuk a pénzt. Ön szerint a magyar embereknek az egy szimpatikus dolog, hogy egy politikai csoportnak mégiscsak a maga 70%-ból külföldről kapja a támogatását. A politikai pártunk nem kapott, ezt ne csúsztasson. Ami civil szervezetünk kapott, az volt a feladatunk, hogy egyébként megmutassunk szakpolitikai alternatívát, nemzetközi partnereinket. Miért nem sikerült Magyarországon találni forrásokat? Miért csak külföldön találnak önök a forrásokat? Hát nyilván ezt maga is jobban tudja, hogy megfenyegetnek rengeteg embert, ebben nem lehet előre jutni. De egy dolog viszont azt egészen biztos. De nekem azt szerintem lehetett volna. Tehát amire Magyarországon nyilván közös célként igény van, amire sokan tudnak azonosulni, lett volna magyar támogatója is. Voltak és magyar mégis külföldre mentek, külföldi támogatók. Voltak magyarországi támogatóink és voltak külföldi támogatók. Kétharmadban külföldiek vannak. Azért, mert ezeket a célokat magyarok. Mert az a helyzet, hogy ma Magyarországon szerintem az Európai Unió, a Helsinki Bizottság, a TASZ és más nemzetközi szervezetek a magyar kormánnyal, a fideszes magyar kormánnyal szemben a hosszú távú magyar nemzeti érdeket érvényesebben képviselik. Nézze meg az Európai Bizottságnak a gazdaság. Az Európai Unióban képviseli a magyar érdeket, mint a magyar kormány? Abszolút. A mai magyar kormány az a magyar nemzeti érdeket ellen politizál. Abszolút így van. Ön szerint van mondjuk Berlinben olyan politikus, vagy Madridban, vagy Londonban, aki azt mondja,
hogy a londoni, madridi, berlini kormánynál Brüsszelben jobban képviselik a brit, a spanyol vagy a német érdekeket? Németországban vannak az nincs ilyen politikusok nyugat, nem tudom, de Magyarországon az a helyzet, hogy a magyar gazdaság, a magyar polgárosodás, a magyar gazdasági gyarapodás és a magyar emberek a szegénység csökkentésétől a középosztály, a elszegényedő középosztály megkapaszkodásáig az a gazdaságpolitika, amelyet az Európai Unió, az Európai Bizottság számon kér Magyarországon, az jobban szolgálja a magyar nemzeti érdeket. Nekem magyar állampolgárként, magyar politikusként. A rezsicsökkentés támadása, ez a középosztály és az a rezsicsökkentés az egy fenntarthatatlan intézkedés, amelyben lehetett volna célzottabb eszközök. Emelik az árakat 200-300%-kal, utána pedig 200-10%-kal visszalépünk. A rászoruló korosztályok számára, a rászoruló társadalmi csoportok számára, mondjuk a Gázának a célzott szociális alapú támogatása, amely ment végig a Gyurcsány kormány és a Bajnai kormány idején is, az egy célzottabb, hatékonyabb szociálpolitikai eszköz volt. Egy dolog a biztos. Mennyi maradt így a családok háztartása? Sokkal több. Azoknak a családok. Körülbelül 20-an maradt. Így van, csak egy dolgot viszont biztosan tudunk, hogy ezt a rezsicsökkentést így nem lehet fenntartani, mert egyébként pontosan látjuk, hogy ott van a vízügyben a rezsicsökkentés. Nem tartható fönn, hogy a más európai országban ennél olcsóban lehet áramot. Nézzük meg a vízügyben, mi történt. Mert nem lehet fenntartani, mert az adó. Akkor miért tudják fenntartani az Európai Unió kétharmadában a nálunk olcsó árakat? Például a vízügyben Magyarországon nem fogjuk fenntartani, hiszen ön is tudja, államtitkár úr. De meg mondom, hogy az áramot, ugyanazok a cégek más országban olcsóban adják. Itt miért fenntarthatatlan? Miért mondják ezt? Elmondhatom államtitkár úr, mi szeretnénk mondani. Figyelek, bocsánat. Ön is tudja, hogy a kormány megalakult, az új kormány, és egy héttel előtte 7 milliárd forintot rakott be a vízi közművállalatokba, mindannyiunk adófizetői pénzéből a magyar kormány. Nem a víz lett olcsóbb, hanem a kormány manipulálta az árakat, és az én áfámból, a másik embernek az SZIA-jából, a harmadik embernek a befizetett járulékából kifinanszírozta a dolgot. Ez egy kommunikációs akció, melynek a végén... Vagy az átalakítás finanszírozta, hogy sok nem. Kis vízi közműtársaságból nagyobb. Az árbevétele csökkent ezeknek a cégeknek, én ezeket nem néztem, ezeket a mérleteket. Természetes, hogy csökkent, tehát kevesebbre adja a vizet. Igen, az maradt ott a családoknál. Csak nem tudott működni, mert vesztességbe ment. Ezek a cégek mindig évente... Hát lehet, hogy kicsiként egy település, egy víztársaság, az lehet, hogy nem működik. De lehet, hogy a nagyobb víztársaságok jönnek létre, akkor a mi modellünk szerint működni fog. Az átalakítás pedig kerül. Nem az ön szakterülete. Az a helyzet, hogy 5 nagy vízi közmű társaság van, amelyek a Bajnai és Gyurcsány kormányok idején körülbelül 500 millió forint nettó nyerességet termeltek. Az Orbán kormány hatalomra kerülése, a rezsicsökkentés bevezetése után ezek a cégek olyan fokú veszteséget szenvedtek el, hogy a kormány megalakulása után, hiszen ezt eltitkolták a választópolgárok elől a kampányban, 7 milliárd forintot kellett betolni, mert egészen egyszerűen cashflow, készpénz problémája volt ezeknek a vízi közműtársaságnak, mert a rezsicsökkentéssel az a víz, amit kitermeltek, nem lett olcsóbb, a foglalkoztatás nem lett olcsóbb. Egy dolgot látunk, ezektől a vízi közmű cégektől, ahogy most ez folyik a postánál és más cégeknél, rúgják ki az embereket, mert nem lett olcsóbb a víz. Ez a Fidesznek ebben a hazugsága. De vissza a nemzeti érdekhez. Én igenis azt szeretném... Kérlek, bocsánat, erre hadd reagáljak. Azért nem csak azért lehet az átszervezés, amit ön mondta, hanem lehet, hogy maga a cég működött rosszul, ezért van szükség. Ha rosszul működött és profitábilis volt, és utána veszteséges lett, azt nem értem. Azért, mert lehet, hogy sokkal nagyobb profitot termelt volna, csak valahol ez a profit tudja, a tulajdonos állam vagy önkormányzatok. Ez állami tulajdon volt mindig. Vannak olyan vízi társaságon is tudja, mi önkormányzat tulajdon. Tehát vannak olyan modellek, ahol lehet, hogy a fogyasztó közül, aki befizeti a vízdíjat, és a tulajdonos, aki az állam vagy az önkormányzatok, valahol elvész ez a pénz. Vagyis lehet, hogy van, ahol közös tulajdonban volt egy ideig, és lehet, hogy a külföldi tulajdonos kivitel. Voltam fővárosi önkormányzati képviselő. Emlékszem azokra az államelésekre, amikor a külföldi tulajdonos kérte, 1 forint minden vízköbméterből hozzáment, mert menedzsment díjként abban az évben éppen 4 milliárd forinttal többet akart kivinni. Akkor éppen menedzsment díjnak hívta, nem profitnak vagyok. Hívta, és külföldi tulajdonosként kivitte abban az évben minden fővárosi vízfogyasztó zsebéből azt a 4 milliárd forintot. Onnan rugaszkodtunk el, hogy a mai magyar miniszterelnök az én véleményem szerint, ez egy szubjektív politikai ítélet, nem képvisel a nemzeti érdeket, és a gazdaságpolitikát... De miért képviseli, hogyha ezek nem tudnak 4 milliárdot kivinni évente a fővárosi közműtársaságból? Azért nem, mert egyébként az energetikában bedönt cégeket, kirúgnak embereket, és a végén úgyis drágább lesz az ár, de egyébként, hogyha megnézik... Milyen cég dölt be? Hát még egy dolog, cég működik. Munkahelyek nem teremtő. Melyik cég dölt be? Hát be fognak dőlni nyilvánvalóan, mert nem költenek az infrastruktúra. Azt mondta, bedöntött cég. Melyik céget döntött? Hát például még egyszer, az állami vállalatok bedőltek volna, ha nem kaptak volna 7 milliárd forint tőkepótlást. Azt mondta, hogy bedőltek cég, de megint mondott valamit, ami nem igaz. Az adófizetői pénzből bedőltek volna, ha nem konszolidálják ezeket a cégeket. Ezt vagy az átalakításukhoz nem merül hozzá az állam. Ez nem az átalakításról szól. Azt tudom önnek mondani. Miért nincs átalakítás éppen a vízi közművek területén? Hát 7 milliárd forint. Van átalakítás, vagy nincsen átalakítás? De 7 milliárd forint. Van átalakítás, vagy nincs? Van, de az egész országot érinti az átalakítás?
Az egész országot érinti. Lényegében az egész országot érinti, és 7 milliárd forint az átalakítás díja. Benne. Ez azért az arányos szerintem. De ugyan, az államtitkár úr azt szeretném mondani, hogy ezek 500 milliárd forint nettó profitot szemelő cégek voltak éveken át, évtizedeken át, és bementek majdnem 10 milliárd forintos veszteségbe. Ez azért van, mert így nem fenntartható ez a rezsicsökkentés. De még egyszer mondom, nem ez az igazi kérdés. Az a kérdés, hogy a civil szervezetek ellen lázító Orbán Viktor, aki egyébként nem a civil szervezetek, hát nem viccelj, nem az összes civil szervezetről van szó. Vannak olyanok, mint amiben ön is tisztségviselő volt, amely a finanszírozása többségét külföldről kapta. És a magyar nemzeti érdeket képviselik. Hát önök úgy gondolják, hogy a magyar nemzeti érdeket képviselik, de én és szerintem sokan mások is úgy gondolják, hogy aki a finanszírozása 70%-át külföldről kapja, és azt mondja, hát azt szerintem egyéni szabadságjogokért küzd, hogy azokat kivívja valakinek. Biztosan kapnak külföldi forrásokat. Ön szerint a TASZ nem... Az más, mert egyéni szabadságjogokért nagyon fontos persze, hogy küzdjenek. Mondjuk a Helsinki Bizottság ön szerint külföldi érdekeket képvisel? De önök esetén... A Helsinki Bizottság más, külföldi érdekeket ezek képvisel? A szervezetek, amiket ön mond, ezek vannak egyéni jogsérelmek, és azokban segít azoknak az embereknek. A Helsinki Bizottság külföldi érdekeket képvisel? A Helsinki Bizottság többek között... Én megbízom, csak azt mondja, hogy a Hazai és Adás Egyesület a hazaáruló, de a Helsinki Bizottság nem. Például nagyon helyes, amikor azért küzd, hogy az itt levő menekülteknek... A Helsinki Bizottság külföldieket képvisel, vagy nem? Ami itt levő menekülteknek a jogait a börtönökben, vagy hogyha börtönbe kerül bűncselekmény miatt, az ottani jogokat biztosítsa, és vannak olyan egyéni szabadságokért, amikért küzd, és ez nagyon és helyes. A Roma Education Fund, amelyet köztudottan Soros György tart fönt, egyébként az egyik legnagyobb projekte Közép-Kelet-Európának, amelyet külföldről finanszíroznak, Magyarországról irányítják, és a cigányság felemelésében kulcs szerepe van nem csak Magyarországon, az egész régióban. Az ön szerint nemzetközi érdeket szolgál, vagy a magyar érdeket szolgálja? Én ennek a szervezetnek a működését nem ismerem, nem tudom. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a külföldről finanszírozott civil szervezetek de konkrét... Ön, de ne haragudjon, ön amikor azt csak mondja... Csak ránk gondolt Orbán Viktor, amikor ezt a példát mondta? Szerintem több olyan szervezet van nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan több van. Az önökét itt konkrétan most előtt mi hazárulók vagyunk, ha jól értem. Én azt mondom, hogy önök, amikor 70%-ban külföldről kapják a támogatásokat, akkor, amikor azt mondja, hogy Brüsszelben jobb döntést, a magyar nemzeti érdeket jobban képviselik Brüsszelben, mint Budapesten, jobban képvisel a magyar nemzeti érdeket, gazdaság, a magyar nemzeti érdekkel szemben mennek, és szerintem az emberek többsége nem érti meg, hogy önök miért akarják brüsszeli protektorátus alá helyezni Magyarországot, és miért nem találnak Magyarországon támogatókat, miért futnak külföldre akkor, amikor támogatók kellenek. Szerintem a magyar emberek számára az a fontos, hogy a magyar érdek szerint döntsünk. Az sem volt szimpatikus a magyar emberek számára, amikor még sok-sok évvel ezelőtt a magyar vezetők Moszkvába futottak, onnan kaptak támogatást, onnan kaptak akár pénzben, akár politikai hatalomban megerősítést. Onnan kapunk hitelt az atomerőműhöz, ugye? Az sem volt az emberek számára szimpatikus, de az sem szimpatikus, hogy valaki ugyanígy nyugatra szaladgál, és onnan próbálja az ukázatot begyűjteni. Igen, csak a legnagyobb udvariassággal jeleznem kell, hogy körülbelül még 4 percünk van. Panasz. És csak hogy osszák be, amit még szeretnének mondani, igazán visszafogott voltam. De arra emlékeztetnék azért, hogy az illiberális állam leírásával kapcsolatban a független demokratikus intézmények kiürítésének vágya hangzik el. Tehát hogy az a lényeg, hogy az a baj, hogy azok a demokratikus intézményrendszerek, amelyek a liberális államot működtetik, azoknak az ellenkezője, vagyis azoknak a felszámolása, a szabadság korlátozása, az az illiberális. Tehát, hogy a vád, az ez, illetve a program, az az illiberális. A vád az ugyanaz. Most éppen az illiberalizmus szóba kapaszkodnak bele. A Orbán Viktor mondta azt, nem? Ebbe a szóba kapaszkodnak bele, és olyan tartalmat mondanak hozzá, amit Orbán Viktor nem mondott. Pontosan a demokratikus intézményeket. Tehát, hogy ezek a demokratikus intézmények, amik fékek és egyensúlyok rendszerével kapcsolatos kritikák, azok, amelyek megfogalmazódtak, kritikák korábban is, és most nevet is, igen, adott neki Orbán Viktor. Kritikák 5 éve megfogalmazódnak, csak én szeretném azt látni, hogy a 5 éve csökken a versenyképessége Magyarországon. A konkrét jogsértések hol vannak ezzel kapcsolatban, mert azok valahogy így nem kerülnek elő. Politikai vádak nagyon vannak, nagyon hát nagy ott volt a 98%-os különadó, azt hiszem néhány hetet döntött erről a bíróság, meg kénytelenbe visszafizetni pénzt. Ugye konkrét jogsértésről beszélünk, egy példát említettem. Tehát ön szerint a ez most csak egy példa volt, demokrácia sérelme az volt, hogy a közpénzből fizetett 2 millió forint fölötti végkielégítések esetében, mi bevezettünk 98%-os különadót, ettől recsent meg a demokrácia Magyarországon. Én nem ezt mondtam, én most a BKV ügyben és egyéb ügyekben megpróbáltuk a közpénzt ilyen téren megvédeni. Az a helyzet, hogy ön egy jogot végzett ember, pontosan tudja, hogy ha jogellenesen veszik el ezt a pénzt, akkor lehet-e mögé populista igazságossági elveket hozni? Ez jogszerűtlen. Ettől recsen a demokrácia 98%-os 2 millió forint fölötti különadótól. Csak egy példa volt. Szerintem ott van a választási rendszer, ott van az alkotmánybíróságnak a költségvetés feletti kontrolljának a kiiktatása,
kapcsolódása, ott van az IMF és a Brüsszel által a magyar gazdasági érdekekben, a magyar nemzeti érdekekben folyamatosan kritizált megszüntetése a teljesen független költségvetési tanácsnak, amiben Kopics Györgyöt, aki aztán baloldali elfogultsággal soha nem volt megvalósítva. Nagyobb egyensúlyban van, mint a Bajnai kormány idején, vagy nem? A költségvetés rejtett hiányokkal küzd, hiszen elköltöttek 3000 milliárdot, statisztikai... Az elmúlt öt évben, amióta Fidesz-KDNP kormány van, nagyobb egyensúly van, mint korábban a Gyurcsány-Bajnai korszakban, vagy nem? Statisztikailag kisebb a hiány, viszont a felélt 3000... Kikerült Magyarországra államtitkár úr, vagy sem? Államtitkár úr. Az a helyzet, hogy mi föléltünk 3000 milliárd forintot, ezzel a magyar gazdaság jövőbeni pénzt élt fel, ez a jövőből hiányzik, statisztikailag ma alacsony a hiány, ezt a kormánynak én el is ismertem. Egy probléma van, hogy a gazdaságunkból, a nyugdíjakból, a jövőből úgy ért fel a kormány 3000 milliárd forintot, hogy egyébként mivel a magánnyugdíjpénztári befizetéseket befele irányította a költségvetésbe, és ezzel legalább 1,5 százalék ponttal korrigálta az államháztartási hiányt, ezzel gyakorlatilag csak ezt a kiigazítást hajtotta végre, hiszen amikor a Gyurcsány kormány, vagy leginkább a Bajnai kormány átadta ennek a kormánynak az országot, akkor 4 és 4,5 százalék környékén volt a hiány, amelyet levitt a mostani kormány, csak egy probléma van, fölért 3000 milliárd forintot a jövőből, a közös jövőnkből, amely igen, hiány... Igen, 5 évről van szó, és ön egy egyévnyi döntésről beszél, és arra el felejt szólni, hogy emelkedett 8000 milliárdról 20000 fölé az államadóságnak az értéke. Az az igazi jövőfölés szerintem. Azóta is tovább az növekedett. Óriási önök alatt is tovább növekedett, ezt a paksítel még tovább fogja növelni, és van egy probléma. A potenciális gazdasági növekedés folyamatosan csökken. Nálunk, amikor bármi ilyesfajta pénzügyi tranzakcióra került sor, hát amikor az állam az csak nagy értékben azóta, vásárolt, a nemzeti vagyon is nőtt. Hát szerintem megfeleződött a MOL paketnek az értéke, mióta megvették. Mi a pénzt, most a részletekben már nem fogunk tudni belemenni. Mi a közpénzt a nemzeti vagyon gyarapítására fordítottuk, tehát ami az egyik oldalról valóban pénzkölcsönvétel jelenti, a másik oldalon a nemzeti vagyon gyarapítását jelenti. Megállapodtunk, hogy eddig tartam műsor. Köszönöm szépen én is, hamarosan híradó utána egyenes beszéd, kellemes tévézést, hírvitát láttak.